Egy címet mindig nehezebb megvédeni, mint megszerezni. Hangzott el a 2018 után 2019-ben is kupagyőztes Fátum Nyíregyháza tiszteletére rendezett városházi ünnepségen. Hollósi László együttese a bajnokságban már négyszer jobbnak bizonyult a Békés Csabánál, amelyet az érdi kupa döntőben is felülmúlt. Az újdonsült CEF kupa elődöntős csabaiaknak 21-22, illetve 23 pontot engedélyezett szettenként a Nyíregyháza, amely így 3-0-ás sikerrel gyűjtötte be 8. kupa győzelmét. Nagyon nehéz elhinni, és főleg az, hogy 3-0-ra tudtunk nyerni, mert tényleg ezt sokszor kiemelem, nem lehet így kívülről esetleg annyira látni, vagy aki nem annyira mozog benne a sportágunkba, hogy ez a Békés Csaba azért egy bombaerő. És nem véletlen, hogy a CEF Kupa 4-es döntőt játszanak, tehát nemzetközi szinten egy magasan jegyzett csapat. A kupadöntő legjobb nyíregyházi játékosának megválasztott Tóth Fruzsina szerint jól tudták kezelni azt a nyomást, amely a 4 győztes bajnoki miatt nehezedett a csapatra. Én egyáltalán nem éreztem feszültséget egész mérkőzésen. Nyilván voltak hullámvölgyeink, de abból sikerült mindig jó időben kilábalnunk. A megyeszékhely polgármestere Kovács Ferenc a nyíregyházi győzelem mellett a Magyar Röplabda Szövetség elnökeként a színvonalas döntőnek is örülhetett az Érd arénában. Ez azért bebizonyította, hogy a fejlődés töretlen a magyar röplabdában. Legalábbis férfiágon még nem annyira, de már ott is vannak kellek, nőjágon egyértelmű. Visszagondolunk arra, hogy tavaly mekkora kupadöntőt játszott a Nyíregyháza Békés Csaba, és ugye Nyíregyháza nyert, az egy óriási nagy meglepetés volt. Most már azt hiszem nem volt olyan nagy meglepetés, bár még mindig a Békés Csabát gondolták esélyesebbnek. Hósa Árpád csapatvezető elmondta, hogy a kupagyőzelem egy évek óta tartó építkezés eredménye. A Fátum Nyíregyházában most nem csak magyar, hanem európai szinten is számolni kell és számolni lehet. Ez csak úgy lehetett elérni, hogy egy nagyon koncentrált munka folyt az elmúlt bő 5 évben, és lépésről lépésre jutottunk el. Ugye itt messze nem arról van szó, hogy itt összevásároltunk egy csapatot és nyertünk. Tehát a Békés Csabánál egy 5-szörös német bajnok, montenegró és bosnyák válogatott csapatkapitányok szerepeltek, jóval magasabban rangsorolt játékosok, mint nálunk. Ugye nálunk egy 19 éves Tóth Fruzsi nemrégen még a Vasvári iskolába tanult, 19 éves Vargeliza, 22 éves Brisbois, abszolút kiforratlan, itt röplabdázni igazán megtanul játékosok, verték most meg a nagyon nagy nevű játékosokból álló Békés Csabát, ez másképp nem fordulhat elő, csak úgy, hogy nagyon magas szakmai munka zajlik a csapat mellett. A kupagyőzelem után már a bajnokságra koncentrál a csapat. Az Extraliga alapszakaszából 4 forduló van hátra, a jelenleg második nyíregyháziak az Újpest, a Haladás, a Vasasóbuda és a Jászberény ellen lépnek még pályára.